József a Zalaegerszegi Teátrum alapításától 1985-ig díszletfestőként dolgozott a társulatnál. A Riprónai stúdiónak 1988 és 1992 között meghatározó személyisége volt. 1996-tól tagja a Magyar Alkotóművészek Országos Egyesületének. A Zalai vármegye székhelyre a Göcsei faluban készült munkáit hozta el. Nagy gyerekkorom óta festek, de hát én igazából nem festőművész vagyok, díszletfestő, és ezek inkább a ilyen másolásnak a... Nem kell másolnom, szabad vagyok. Ilyenkor, amikor festek, és azt érzem, hogy azt csinálok, amit akarok. Valamikor ilyen feszült filmforgatás van, vagy díszletet készítünk, ez meg egy szabadságot ad, ez kötött, ez meg teljesen jól érzem magam. Cirkusz, sárga folyó, karnevál, kékmadár és Európa. Csak néhány a kiállításon bemutatott több mint 40 kép közül. Kifejezés módja különleges szerepet tölt be a kortárs magyar képzőművészetben. A sajátos hangulatot és formavilágot tükröző, olykor groteszk festményeket Winkler Ferenc múzeológus ajánlotta a közönség figyelmébe. Az ember tulajdonságai, jelleme, kifejezés módja. Ez minden képén visszaköszön. A Józsi baromi izgalmasan kezd festeni, mert van egy paca, egy pont, egy vonal, és abból alakul ki, abban a folyamatban, amit ő valószínűleg nem gondol végig, hanem megélt, egy pillanat, egy töredék, és aztán az elkezd fejlődni. Tóth József alkotásai április 7-ig tekinthetők meg az intézményben.